Idén októberben összesen 10, tavaly egész évben 27, 2021-ben pedig 20 olyan esethez riasztották a Tolnavár tűzoltókat, amely a fűtési rendszer meghibásodásához vezethető vissza. Ez a szám az előző évekhez képest csekélynek tűnik, azonban a fűtési időszak beköszöntével még drasztikusan növekedhet. Köves Péter, a Tolnavár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője kiemelt néhány fontos tényezőt, amelyek betartásával az esetek Száma alacsonyan tartható. A kulcskérdés, hogy egyszer friss oxigént is engedjük be annak érdekében, hogy tökéletesen végig menjen a termék, és minél kevesebb kevesebb tökéletlen égéstermék képződjön, generálódjon, valamint a húzat, ami pedig majd magát az égésterméket a kéményeken keresztül el fogja távolítani az otthonunkból. Ehhez a kéményekre is szükség van, ennek azoknak a folyamatos karbantartására. Ezt egyébként a kéményseprő kell tudjuk megtenni a 18-18-as telefonszámon és a 9.1-es menüpont alatt ők ingyenesen hívhatók. Sokan azt gondolják, hogy a szénmonoxid és füstérzékelők megléte csak a régi fűtő és vízmelegítő berendezések mellé szükséges. A mérgező gáz azonban a minden nyílt égésterű eszköznél jelen lehet, amennyiben nincsen elég friss levegő. Ilyen lehet akár egy egyszerű szilárdfatüzelésű kájha, tehát cserépkájha, egy kandalló ezek a gázüzemű készülékek például itt az a Siesta klasszikus egyébként egy ilyen mobil hordozható eszköz, de akár a fürdőszobában vagy konyhában elhelyezett vízátfolyós vízmelegítők is, amelyek nyitott égésterület, nyílt égésterület, megint csak egyébként előfordulhat akkor a szénmonoxid gáz koncentrációjának a megjelenése, hogyha nem megfelelő a levegő utánpótlása, és nem megfelelően karban tartott egyébként akár a tüzelőfűtőberendezésünk, vagy a kéményünk. Tolna vármegyében legutóbb október 11-én este nagykónyiban jelzett be egy szénmonoxid érzékelő. A műszaki mentéshez a Tamási önkormányzati és a Dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az ellenőrzés során veszélyes határérték alatti koncentrációt mértek. A családi ház lakóinak életét a szénmonoxid jelző berendezés mentette meg.